A meleg és esős időjárás ugyanis nagyon kedvez a termésnek, a gyümölcsök ára kilónként azonban akár 50 forintot is nőhet. A vásárlók azt mondták, hogy a drágulás ellenére is a hazai dinnyét fogják megvenni, mert a külföldről hozottakkal nem elégedettek. A magyar dinnyék várhatóan július elején kerülnek a boltokba. Hát ezeket április elején palántáltuk el, amit itt vannak dinnyék. Védenünk kellett a fagytól, fólia alagúttal. Elég hideg volt az április, május közepéig is hideg volt. A hideget úgy értem, hogy a dinnye a 25 fok feletti hőmérsékletet szereti, meg ha éjszaka is legalább 15-16 fok felett van. Igazán nem fejlődött sehova, most kezdett olyan május 15-e után megindulni. Egy picit később lesznek magyar dinnyék, szerintem olyan július 20-a után, ami kint szabadföldön van, esetleg fűtött fóliába vagy nagy fólia sárkakba lesz hamarabb. Sárga dinnye az hamarabb lesz, mert fóliából szerintem egy olyan 2 hét múlva már érik. Meg van is már magyar sárga dinnye a piacunkon, fűtött fóliás. A kiskereskedelmi árakkal szemben a termelői költségek alakulásáról már beszélt televíziónknak a Fruit Web. A földgáz pánik miatt iszonyúan megdrágultak a műtrágyák, és a gazdák egy része, tartva attól, hogy később még tovább drágul az áru, pont ebből tárazott be. Őket már nem boldogította, hogy évelején aztán elkezdtek csökkenni a műtrágya árak, az üzemanyagárakkal együtt. Jelentős az infláció, a vetőmagoknál pedig 20% körüli volt az áremelkedés.